igazából, hogyha valaki szeretne utazni, ugye elsősorban az utazásról szólt az előadásom, akkor azt könnyen és fenntartható módon megtehesse. Ebben segít az elektronikus fizetés, a digitális fizetés, és ennek a legkönnyebb módja, ami már világszerte elterjedt. Kutatásunk szerint, aki már egyszer kipróbálta a tömegközlekedést, azt mondja, hogy ő gyakrabban utazna tömegközlekedéssel, hogyha könnyű lenne ezért a fizetés. A megkérdezettek 45%-a válaszolt így. A céges autók használata az még eléggé elterjedt, de 2021 óta azt tapasztaljuk, hogy egyre több vállalat biztosít inkább mobilitás csomagot a munkavállalók számára. Egyre több vállalat dönt úgy, hogy a céges autó helyett inkább valamilyen rugalmas megoldást biztosít. Azt is tapasztaljuk, hogy a fiatalok inkább már a fenntarthatóbb világban gondolkodnak, mint egy nagyon menő céges autóban. Ezért a nagyvállalatok is, illetve a kis és középvállalatok is inkább egyre a rugalmas megoldások irányába mozdulnak el. Ennek több oka van. Az egyrészt azt, hogy egyre drágább az autózás, egyre több vállalatnak van karbonlábnyom célja, amit el kell érnie, és azért ezt sokkal könnyebb az alternatív mikromobilitás eszközökkel, a multimodiális közlekedés eszközeivel elérni, illetve az is, hogy az újabb, fiatalabb munkavállalóknak már egyáltalán nem prioritás a céges autó.